44. alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Kajakregattát és a 9. Kanyó Zoltán emlékversenyt Magyar Kanizsán a Tisza parton, ahol 9 kajakklub mérte összetudását 24 versenyszámban. A magyar kanizsai lányok is igen jó eredményeket értek el. Basa Enikő 6 éve kajakozik, aki a Magyar Kanizsai Testvériség Kajakklub tagja. Párosban mentem Duvó Petrával, és elsők lettünk. Egyesben mentem junioroknál, és ott második. A szarvasiak már igencsak otthon érzik magukat a magyar kanizsai versenyen, hiszen szoros barátság köti össze a két kajakklubot. 1972 óta járunk ki, és majdnem minden évben, amikor lehetett, kijöttünk, tehát több tucatszor voltunk itt versenyen, szerencsére, mert nagyon szeretünk idejönni. Most 8 utánpótlás korú versenyzővel jöttünk, akik itt versenyen, különböző korosztályokban versenyeznek. Ez a korosztály, ez nyári időszakban naponta kétszer, ez egyébként naponta egyszer vagy kétszer felkészülési időszaktól függően. Van olyan versenyző a 13-14 évesek között, aki napi kettőt, a kisebbek azok napi egyet edzenek. 9 kajakklub mintegy 150 tagja nevezett a versenyre. A résztvevők több kategóriában is indulhattak. Ami a kanizsai versenyzőknek az eddigi szereplését illeti, hát nagyon szép eredmények születtek, gyakorlatilag szinte minden futamba érmes helyezést értek el az egységeink, és az remények, hogy a verseny hátralévő részébe is így folytatódik. Ami a versenykiírást illeti, hülyek maradtunk a hagyományokhoz, tehát a mini kajakos korcsoportba, tehát 10-től 13 éves korcsoportba bezárólag gyakorlatilag egyesek, párosok, négyesek versenyeznek, illetve a klasszikus versenyrendszer szerinti kölyök, serdülő, ifi, illetve felnőtt versenyeket is megrendezzük, akár egyesbe, úgy páros versenyszámokba is. A regattára zömében olyan versenyzők érkeztek, akik korábban is részt vettek már valamilyen megmérettetésen. A rendezvényt idén is a Magyar Kanizsai Testvériség Kajakklub szervezte.